Magyarországon az összes földterület majd 2,5%-ában folyik öntözés. Tolna megyében is közel azonos ez a szám, a 214 ezer hektárból 570 hektáron folyik öntözés. A kormányzat szándéka szerint emelni a mértéket, hiszen messze el van maradva a mezőgazdaság az európai, megközelítően 8%-os mértéktől. A víznek a hektikus időjárás miatt egyre jelentősebb szerepe lesz a jövő mezőgazdaságában, mondta vendég Edit, a Tolna megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke. Vízügyi helyzettel ugye folyamatosan küzd már az Európai Uniónak nagyon-nagyon sok tagállama, és egy meghatározó szerep és meghatározó jelentősége van a mezőgazdaság vonatkozásában a jövő szempontjából, tehát mindenképpen készülnünk kell ezekre a hektikus, asztályos időszakokra. Csak nem 34 milliárd forint jut az eredményes működést támogató infrastruktúrális fejlesztésre, és 600 millió forintból az állami műveket és a mezőgazdasági földterületek közti közcélú vízi létesítményeket mérik majd fel. A kamara felmérést végzett a gazdálkodók körében, melyből kiderült, csak nem 300 ezer hektár öntözésére jelentenek be új igényt. Csökkentik az engedélyezéssel járó adminisztratív és költségterheket, és a korábbi 5 évről 20 évre emelik majd az öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély érvényességét. Hogyha fennállnak a jogszabályi feltételei a vízjogi engedély kiadásának, és az adott területen hosszú távra biztosított a megfelelő mennyiségű vagy nagyságú vízhozam, akkor a vízügyi hatóság az 5 évtől eltérően akár 20 évre is ki tudja most már adni a vízjogi engedélyt. A víz kérdésével a minap foglalkozott Szekszárdváros Gazdasági Bizottsága. Kővári László, a bizottság elnöke azt mondta, különös figyelmet fordítanak a csapadékvíz gyűjtésének és hasznosításának lehetőségeire. Ennek érdekében a város vízgyűjtőhelye kijelölését is tervezi.